104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Velünk történt című magazin műsorunkat hallják március 15. napján vasárnap, és hát ez a műsor nem az ünnepről, az ünneplésről szól, hanem inkább a koronavírusról. A vonal túlsó végén Békés Csaba polgármestere, Szarvas Péter. Polgármester úr, szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözöllek téged is és a Rádió 1 hallgatóit. Köszönöm szépen, hogy telefonon keresztül is így rendelkezésemre állsz. Ugye hát a települések vezetői, a város első emberei nyilatkozhatnak így a várost érintő koronavírussal kapcsolatos dolgokról, fejleményekről, rendezvényekről. Kérlek, akkor foglald össze nekünk Békés Csabát érintően. Ugye március 11-én a kormányülésen eldöntötte a kormány, hogy veszélyhelyzetet rendel el, és ugye kormány rendeletben szabályozták a legfontosabbakat a veszélyhelyzet kapcsán. Ebből az világlik ki, hogy a Békés Csabán is a kulturális szférában nagyon sok rendezvényt, eseményt, amelyek előre meg voltak hirdetve, le kellett mondani. Rögtön az élre kívánkozik, hogy a mai ünnepi március 15-i önkormányzat által szervezett ünnepi rendezvényt is lemondtuk már ezen a héten hétfőn, és ugye a kormányrendelet megismerését követően azonnal konzultáltam valamennyi városi intézmény vezetőjével, és meghatároztuk a feladatokat. A kulturális intézmények kapcsán azt tudom elmondani, hogy a Jókai Színház a nagy színpados előadásokat nem fogja tudni megtartani. A Sik Ferenc kamarateremben meg az Intim térben eddig is megtartott előadásokat várhatóan a színház megtartja, akként, hogy ugye nem lehetnek csak 100 alattian a nézőtéren, illetve a színpadon egyszerre a személyzetet is beleértve, tehát maximális óvatossággal fogja a színház kezelni a helyzetet, és természetesen a jogszabályok betartását meg fogja tenni a színház is fegyelmezetten, és nyilván valamennyi kulturális intézményünk is. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ által előzetesen meghirdetett tavaszi fesztiválnak szinte valamennyi rendezvénye el fog maradni. Azt kérem, hogy mindenki tájékozódjon vagy a Csaba Gyöngye honlapján, vagy személyesen, vagy telefonon a Csaba Gyöngyénél, hogy a jegyek, előre megváltott jegyek visszavásárlása milyen feltételekkel, hogyan, milyen időterminusban történhet meg. A Csaba Gyöngye ennek kapcsán, úgy ahogy a színház is adott már ki közleményt, ami a két kulturális intézmény honlapján egyébként megtalálható. A Munkácsy Mihály Múzeum és a könyvtár nyitva tart a kulturális intézményeink közül. A Báb Színház is ugye csak úgy tud szervezni előadásokat, hogyha betartja természetesen a kormányrendeletben foglaltakat. Zárt térben 100 fő alatti részvétellel lehet csak rendezvényeket szervezni, és itt nem lehet semmilyen megingás, ezt szigorúan be kell tartani, az intézmény vezetőjének feladata és felelőssége a jogszabályok betartása. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog. De nyilván egy ilyen járványügyi helyzetben az óvatosság, az elővigyázatosság nagyon fontos, és valamennyi intézményvezetőt én arra kértem, hogy a megfelelő intézkedéseket saját hatáskörben hozzák meg, fertőtlenítőszerek beszerzése, kihelyezése, a takarítás gyakorisága, szellőztetés gyakorisága, a kollégák közt, illetve kollega és ügyfél közt érintkezések minimálisra csökkentése, felvilágosító tevékenység, a tüsszentés és a köhögés higiéniai szabályairól ennek a fokozása is fontos feladat, hiszen tudjuk jól, hogy ez a vírusfajta is elsősorban ugye ilyen cseppfertőzés útján tud terjedni emberről emberre, de állatról emberre is. Tehát ezeket az óvintézkedéseket meg kell tenni a csabaiak védelmében, és ismerve intézményvezető kollégáimat, mindenki fegyelmezetten végrehajtja a kötelező feladatokat, de még talán ennél többet is. Köszönöm szépen, polgármester úr, a részletes tájékoztatást. Még ugye a helyzet komolyságát az is mutatja, amit már mi mondunk itt a Rádió 1-en, amit megkaptunk hivatalosan, és szeretném, hogyha te is elmondanád a város első embereként, hogy a Békés Csaba Arad Békés Csaba szupermaraton is elhalasztásra kerül. Igen, az aradi városvezetéssel előzetesen tárgyaltunk arról, hogy a Békés Csaba Arad Békés Csaba szupermaraton május 22-23-ra tervezett rendezvénye akkor elmarad. Mindkét város érdekelt abban, hogy a rendezvényt, amennyiben később lesz mód, lehetőség, akkor akár még az idén ősszel, szeptemberi hónapban megtartsuk. Nem sokára érkezik Békés Csabára Arad a polgármestere, vele is megbeszéljük ezt, de ha szükséges, akkor Arad polgármesterével is átgondoljuk. Ezt levélváltásunk már volt polgármester úrral. Én örülök annak, hogy most egyelőre csak arról kell döntenünk, hogy most ezt a májusra szervezett rendezvényt nem tartjuk meg,
egy későbbi megrendezésben mindkét fél érdekelt, az atlétikai klub is, illetve a román szervező fél is érdekelt. Nyilván azért kellett ilyen hamar dönteni, mert azért rengetegen szoktak részt venni ezen a versenyen, kerékpárosok, futók, és az ő érdekükben is talán, vagy egész biztos vagyok benne, az a helyes, ha időben tájékoztatjuk őket, hogy nem lesz megtartva, ne készüljenek rá, ne vállaljanak költséget a versenyzők, és ahogy normalizálódik a helyzet, akkor tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket majd a Békés Csaba Arad Békés Csaba verseny időpontjára. Polgármester úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást, további jó munkát kívánok nektek, és amikor tudunk, akkor még beszéljünk itt az újabb fejleményekről, jó? Köszönöm szépen, minden jót kívánok, jó egészséget mindenkinek. Velünk Történt című magazin műsorunkban Szarvas Pétert, Békés Csaba megyjogúváros polgármesterét hallották. Polgármester urat sűrű programjai közt telefonon értem el, de így is tökéletesen összefoglalta nekünk a fejleményeket. Hamarosan folytatjuk magazin műsorunkat.